Köszöntök mindenkit! Február végi havas útinforma jelentkezik a délmagyar.hu. Szerda este óta gyakorlatilag folyamatosan havazik. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy egyrészt hogy tudunk közlekedni ebben a rengeteg hóban, másrészt, hogy a hókotrás az mennyire működik. Makkosházról indulunk, és a Nagykörúton próbálok a Dél-Magyarország szerkesztőségébe a lehetőségekhez képest minél hamarabb bejutni, tehát a Rókusi körút, Vásárhelyi Pál utca, Móravárosi körút, Szabadkai út útvonalon vizsgálom azt idézőjelbe téve, hogy mi is a helyzet az utakon. Csongrádi sugárút bevezető szakasz az teljesen havas, a körülményekhez képest jól járható, nyilván ide még nem sikerült eljutni a illetékes munkásoknak. Ahogy látható, a makkosházi Rókusi körút is eléggé havas hókásás. Reméljük, hogy máshol, amerre mondjuk még nem jártam, vagy nem fogok tartani, ott azért egy kicsit jobb ennél a helyzet. Az most gyakorlatilag garantált, hogy a kettes villamosvonal építése miatt meghozott 30 km/h sebességkorlátozást mindenki betartja. Kár, hogy ehhez több mint 10 centi hónak kell esnie. Yeah.
A Rókusi víztoronynál látom az első hókotrót a járdán. Nagyon helyes, rendesen le kell takarítani a gyalogosoknak a járdákat. Ezzel mindig probléma szokott lenni, hogy rájuk nem igazán gondolnak, illetve az utolsó utáni pillanatban mennek végig a hómunkások a hókotrókkal. Remélem, hogy azért nem csak ezt az egy munkagépet látom majd. Egyébként ezzel is kellene valamit csinálniuk az illetékeseknek már, hogyha vannak ilyenek egyáltalán. A Rókusi körúti víztoronynál lévő buszmegállónál gyakorlatilag mindenki az úttest mellett próbál elosonni, és hát ez meglehetősen szabálytalan. Jó időben, amikor itt ugye sokkal többel döngetnek egyesek, mint 30 km per óra, meg még baleset veszélyesebb. Valakit esetleg érdekel a Kft. Együttes zenél, ez alatt a kisfilm alatt. Az első szám az egyik legnagyobb klasszikusuk, az Elmúltak az ünnepek volt, most pedig a Szép új más világ szól. Igen, jól látták a gonoszok, sárgán mentem át, de ez még mindig a jobbik megoldás volt, ugyanis próbáltam fékezni, de esélyem nem lett volna megállni, szépen becsúsztam volna a kereszteződésbe, úgyhogy az utolsó utáni pillanatban még ásli szóltam. A mókásás út egyik legnagyobb előnye, idézőjelbe téve persze az előnyt, hogy a kátyukat, gödröket nagyon szépen betemeti a hó, a latyaka, koszos, saras, havas, latyakos keverék, és még nagyobbat lehet benne döccenni minden autós nagy örömére. Yeah.
Breaking, Vásárhelyi Pál utca eleje, két hókotró egymás után nagyon szépen dolgozik, éljen, reméljük, máshol is így párban járnak, és csak úgy sikálják az utakat. A Kávária Sugárút, Móraváros körút, Vásárhelyi Pál utca kereszteződésében sárgán villognak a jelzőlámpák. Az nem biztos, hogy a hó miatt, de akár ez is elképzelhető. Úgyhogy vezessenek itt is óvatosan. Az autós kollégák nagyon kedvesen lemondtak az elsőbségük. Elnézést az apró technikai hibáért, szóval épp azt a hülyeséget kezdtem el mondani, hogy szemmel látható, hiszen mi mással lehetne látni, ha nem a szemünkkel. Szóval a lényeg az, hogy a Móravárosi körúton nagyon szépen eltakarították már a havat a hókotró gépek, mind a két útpálya, ha lehet ezt útpályának nevezni, ezt a kétsávos utat és annak a két oldalát, le van takarítva, dicséretes. Reméljük, hogy így lesz máshol is. Szabadkai út, ez ugye elvileg főközlekedési út, mert az ötös útnak a része itt a városban. Nem tűnik úgy, hogy erre jártak, ezt szerintem mi autósok jártuk ki ezt a két szép nyomvájút. Érdekes, hogy ide még nem jutottak el a hókotrók. Horgosi út ugye egyértelműen havas hókásás, ez majd egyszer sorra kerül, ez nem számít semmilyen fő közlekedési útnak, bár ugye ahogy most is látható, elég forgalmas. Vigyázzanak magukra, nagyon csúsznak az utak, nagyon havasak, legyenek türelmesek, óvatosak, és vezessenek sokkal lassabban, mint egyébként.
Viszontlátásra!